Arany János ugyancsak nagy népszerűségre tett szert, mikor 1846-ban megírta a Kisfaludy Társaság pályázatára a Toldi című elbeszélő költeményét. A dolog érdekessége, hogy a főszereplő Toldi Miklós valóságos személy volt. Toldiról írásos említést Ilosvai Sejmes Péter tesz Szép Históriájában 1574-ből. Ez a legkorábbi megemlítés azonban történelmi szempontból vitatható a cselekmények valóságos alapja, hiszen már ekkor hatalmas nép, hagyomány és szóbeszéd épült alakja köré. Ennek egy változatát közölhette Ilosvai. Tehát a Toldiról fennmaradt írások 16. századi verses szövegek voltak, azonban vannak olyan töredékei, ami talán még napjainkig is jelen lehetnek a Pallas nagy lexikona szerint Nógrád megyében. Ilosvai a szóbeszédekből ismert történeteket kiválogatta, mivel sok történetben nem talált összefüggést, így amiket összeírt, azok sem voltak teljesen egymáshoz köthetőek, azonban egyes szituációkhoz évszámokat és valóságos személyeket is kapcsolt. Ebből feltételezhetjük azt, hogy Ilosvai Sejmes Péter valamilyen dokumentumból, feltehetőleg egy krónikából megismerhette Toldi Miklós életének egy részét. Az irodalom történészek sokáig vitatkoztak azon, hogy Toldi létezette. Egy darabig az a teória élt, hogy kitalált személy, illetve a néphagyományainkból őrzött jellemzőkből összegyúrt kitalált szereplő, egy hős. Arany János Ilosvai munkáin nőtt fel, és az elbeszélő költemény megírásához elég sokat tanulmányozta a Toldi mondakört. Arany meggyőződése az volt, hogy Toldi létező személy volt, különösen azért, mert szülőfalujában Nagyszalontán állt egy épület, a Csonka torony, ami az ott élők szerint a Toldi családé volt. Még a legtöbb irodalomtörténész azt mondta, hogy a történetek alapját német mondakörből vehették át, addig Sziládi Áron Arany halála után talált okiratokat, amik bizonyították, hogy az Anzsuház hajnalán, első Károly és Nagy Lajos király idején valóban élt egy Toldi Miklós és egy Toldi György nevű férfi, akik testvérek voltak. Toldi Miklós feltételezhetően 1320 körül született, bihari birtokos nemes volt. A Pallas nagy lexikona szerint 1354-től Pozsony vármegyei alispán és várnagy volt, azonban a magyar néprajzi lexikon szerint előbb zsoldos katonaként vett részt Nagy Lajos itáliai hadjárataiban, majd visszatérésekor vállal csak szerepet alispánként. 1359-ben Firenzéből hozott magával két oroszlán kölyköt, amiket az urának, vélhetően Nagy Lajosnak ajándékozott. Itáliában feltételezhetően a vele együtt szolgáló katonák, ahogy megismerték a német-olasz mondoköröket, amik nagy erejű hősökről szóltak, kialakították a saját változatukat, amiben a felettesük Toldi Miklós lett a főhős. Nagyon sok más európai mondát meséltek el szóban úgy, hogy mindet Toldi élte át. 1365-től az olasz fehér csapat vezetője lett, majd 1366-ban visszatért a királyi udvarba. Nagy Lajos király vazallusa lett, még ugyanebben az évben Gömör vármegye, 1372-ben Heves vármegye, 1375-ben Bihar vármegye ispánja. A néprajzi lexikon szerint 1383-tól 1385-ig Szabolcs vármegye főispánja is volt. 1390. november 22-én halt meg, feltételezhetően 69-70 évesen. Halálának oka vélhetően öregség volt. Utódai és leszármazottai Erdélyben éltek, a Toldi család 1856-ban halt ki. Utolsó tagja Toldi Lőrinc volt. Hagyatékai köz szerepelt egy 1512-ben készült festmény Toldi Miklósról. A leszármazottak egy mellvértel egyetemben, amiről a korabeli sajtó azt feltételezte, hogy Toldi páncélja, a festményt az Erdélyi Múzeumnak adományozták, ám a megszűnését követően máig nem tudni, hogy hova tűnt.